Na, alap Windows beállítások, játék optimalizáláshoz. Keresőbe beírod, hogy játékmód. Szépen behozza. Bekapcsolás. Be is zárhatod az ablakot. Újrakeresés. Grafikai beállítások. Ha itt nincs a listában a játék, aminél át szeretnéd állítani, akkor simán tallózás. Megkeresed a mappájába. Kijelölöd, hogyha megvan, akkor pedig beállítások, nagy teljesítmény. Lemented. Kész. Ami elvileg neked megvan, az az energiagazdálkodás. Energia séma. Speciális beállítások módosítása. És ultra performance nekem. De igazából a legnagyobb teljesítményre átállítod. Pedig ide átjössz, és itt a maximális teljesítmény, teljesítménycentrikus, igazából teljesen mindegy melyik. Illetve még az Nvidia Control Panel, ugye azt van a jobb begérgomb, Nvidia vezérlőpult. Szépen behozza. 3D beállítások. Ami neked a lényeg, az alacsony késleltetési mód, ez vagy be, vagy ultra magas. A CUDA GPU. Kiválasztod a sajátodat. DSR paraméter, ez akkor fontos, hogyha mondjuk Full HD a monitorod, de te 2K-ban szeretnél játszani, akkor itt az 1,78-ot szépen bejelölöd, leokézod, alatt a DSR simaságnál megadod, hogy mennyire legyen úgymond éles a kép, ezzel lehet játszani, mert túlzásba is tudod vinni, aztán akkor már szar lesz a kép. De hogyha ezt bekapcsolod, akkor utána a játékon belül be tudod állítani, hogy 2K-snak érzékelje például a monitorodat. Előnyben részesített frissítési gyakoriság az elérhető legmagasabb. Energiagazdálkodási mód, ez maximális teljesítmény. Hogyha G-Sync-es a monitorod, akkor ezt itt be tudod kapcsolni hozzá. Az OpenGL GDI kompatibilitás, legjobb teljesítmény, nekem ez miért nem volt benyomva. OpenGL megjelenítő, szintén kiválasztod a videokártyádat. Textúra szűrés minősége pedig nagy teljesítmény. Minden igaz, akkor ez a lényeg, és jobb alul alkalmaz. Elméletileg most már sokkal jobban kellene mennie.